Üdvözlök mindenkit, Szegedi Balázs vagyok. Az előadásom a Photoshopról fog szólni. Ez egy fizetős, pixelgrafikus képszerkesztő szoftver, amely azonban 30 napig ingyenesen használható az Adobe jóvoltából, amit le tudunk tölteni a www.adobe.com weboldalról. Nézzük meg, hogyan épül fel ez a szoftver. Itt a bal felső sarokban található a menürendszer, a bal oldalon találhatóak az eszköztárak, jobb oldalon pedig a kiegészítő eszközök. Ezeket a kiegészítő eszközöket a Windows fűre kattintva, az adott eszköz mellé pipát elhelyezve ki tudjuk helyezni. Próbáljuk ki például a navigátor gombbal, kattintsunk ide a navigátorra, azonnal meg is jelenik. Ha szeretnénk eltüntetni, de könnyen elérhetővé tenni, akkor csak erre a kettős nyílra egyet kattintva el is tudjuk tüntetni a navigátort. Itt alapvetően megjelenik pár darab ilyen menü, amit a Photoshopnál alapból beállítottak. Ezt meg tudjuk nézni, hogyha ráhúzzuk az egeret, hogy egyes menük milyen néven futnak, mit jelentenek. Ez például a histogram, ez a kis hajókormány a navigátor, ez pedig a különböző feljegyzéseknek a menüfüle. Bal oldalon pedig az eszköztárak találhatók. Eszköztárak négy csoportba helyezkednek el. Az első csoport a vágó kijelölő eszközök, a harmadik csoport második csoport a képmódosító eszközök, a harmadik csoport a szövegeszköz, körbeeszköz, és a negyedik csoport pedig a mozgatóeszköz, illetve a színezőeszköz csoportja. Nyissunk meg egy képet, és nézzük meg a különböző eszközök, miket tudnak rajta megcsinálni. File, Open, és nézzük meg mondjuk ezt a képet. Itt találunk egy fotót, ebből szeretnénk kivágni külalakú képet. Ezt hogyan tudjuk megtenni? Rákattintunk itt erre a második kivágó eszközre. Ha hosszan megnyomjuk az egeret, egér bal gombját, akkor megjelennek a különböző formák, amiket tudunk hozzá használni. Négyzet, ellipszis, keskeny, viszintes, keskeny, függőleges téglalap. Az ellipszis téglalappal ellipszis vagy köralakot tudunk kivágni, a téglalapalakkal különböző négyzet vagy téglalapalakokat, nyilván keskeny és hosszú téglalappal, ezek többféle változatát. Próbáljuk ki elsőnek az ellipszis kivágást. Rákattintunk az ellipszisre, és az egér bal gombjával kijelöljük a kivágni kívánt területet. Ha ellipszist akarunk, azt megtehetjük, szabadon húzzuk, és a kívánt arányú ellipszist használva tudunk képkivágást megtenni. Azonban, ha nekünk az ellipszis nem megfelelő, akkor a Shift gomb lenyomása mellett szabályos köralakot tudunk létrehozni, szabályos köralakkal fogunk tudni kivágni. Ha tudjuk a pontos méretét a körnek, vagy az ellipszisnek a pontos arányát, ezt is meg tudjuk tenni, meg tudjuk adni a szoftverben, hogy mekkora méretű, illetve milyen arányú kör tudunk kivágni. Ez pedig itt a stílus, style, fül mellé kattintva, kis fehér mezőbe ki tudjuk választani fix arányú, vagy pedig fix méretű. Kattintsuk erre a fix méretre. Fix méretnél megjelenik a szélesség, magasság. Itt pixelben van megadva, de akár millimétert, akár pixelt, akár centimétert, akár métert is tudunk használni. Az a lényeg, hogy a számjáték után adjuk meg ennek a mértékegységét. Itt a px a pixelt jelöli, ha én mm-et írok be, az milliméter, bocsánat, mm-et, és itt is mm-re váltok át, akkor megkapok egy pontos millimétert. Ide kattintva nekem nem is kell kijelölnem a méretet, csak rákattintok a képre, és rögtön az adott általam kiválasztott méret fog megjelenni. Az aránynál, a képaránynál pedig ugyanígy működik. Itt az arányszámot írjuk be. Egy-egy arányú kör, vagy kettő-kettő arányú kör, tehát a két szám megegyező, akkor kört kapunk. A két szám eltérő, akkor valamilyen ellipszist, vagy állított, vagy fektetett ellipszist. Próbáljuk ki, hogy hogyan tudunk a kijelölt kivágásból elvenni, vagy hozzáadni. Itt a kijelölt kivágásunk, ezt állítsuk vissza normálra, nyomjuk meg a baloldali alt gombot, megjelenik itt a kereszt mellett egy mínuszjel. Ez azt jelenti, hogy a kijelölt kivágásunkból
el tudunk távolítani részleteket az adott formának megfelelően. Jelen esetben nálam hogy az ellipszis kivágás van még kijelölve. Húzunk egy ellipszist, kívánt méretben, ide kattintunk, és eltűnt belőle ez a részlet. Itt egy holdszerű alakzat van. Ha hozzáadni szeretnék, azt a shift gomb, a jobb oldali shift gomb lenyomásával tudom megtenni. Kijelölök egy másik részt, és hozzáadtam. Akkor már a holdnak van egy ilyen kis orra. Ezt a kivágást vagy Ctrl-X-el ki tudjuk metszeni a képből, és ez a darab fog hiányozni. Próbáljuk ki, nyomjuk meg a Ctrl-X gombot. Ctrl-X, hiányozni fog az alak. Ha ez nekünk nem tetszik, vissza szeretnénk lépni, akkor ezt a Ctrl-Z forró billentyűvel, vagy pedig az Edit Step Backward gombbal érdemes megtennünk. A visszavonás mennyisége attól függ, hogy milyen memóriaigényes műveleteket hajtottunk végre. Minél memóriaigényesebb, annál kevesebb. Minél kevésbé memóriaigényes volt a művelet, annál több visszavonásra van lehetőség. Ha baloldali alt gombot, bocsánat, a jobboldali alt gombot megnyomjuk, akkor megjelenik egy fehér, illetve egy fekete kis nyilacska egyszerre. Ez segít másolni nekünk az adott réteget. Ezt baloldali gombot, jobboldali alt gombot nyomva tartva húzzuk az egérrel a kivágásunkat, és el tudjuk helyezni. Ha nem tetszik a kivágásunk, akkor a Select fül, Select menüpont, Deselect gombjára kattintva el tudjuk tüntetni. Vonjuk vissza a kiinduló állapotig az eddigi munkánkat, Edit, Step Backward. És eltűnt a visszavonás. Nézzük meg a négyzetnél, hogyan működik ugyanez. Négyzetre kattintunk. Egy teljesen szabad alakzatot tudunk kivágni, persze négyzetben, hogyha a style fülnél kiválasztjuk a fix arányt, vagy a fix méretet, akkor ezt is tudjuk állítani. Nézzük meg a következő eszközt. A következő a lasszó, mágneses lasszó, vagy poligon lasszó. A lasszó segítségével körbe tudunk rajzolni egy területet szabad kézzel, és a lasszó megkeresi az oda tartozó képpontokat, az azonos színű, színintenzitású képpontokat, és amellett megpróbálja körbevágni a képet. Próbáljuk ki. Navigátorra kattintva én ráközelítek a képnek egy részletére, amit ki szeretnék ebből vágni. A navigátornál a kicsi hegyecske jelenti a távolítást, a nagy kis piramis vagy hegy alakú ikon pedig a közelítést. Ráközelítünk a képre, és szeretnénk kivágni ennek a kislánynak a fejét. Akkor azt rákattintunk a mágneses lasszóra, és szépen követjük a kislány fejét, és a lasszó megkeresi ennek a körvonalát, megpróbálja szépen pontosan, viszonylag pontosan körbevágni. Ha szabad kézzel akarnánk körbevágni, akkor az apróbb kézrezdülések, egérmozdulatok is megjelentkeznek a vágójel képében, azonban a mágneses lasszó megkeresi a pixelek közötti különbséget, és amellett próbálja lehatárolni. Nem mindig szerencsés ezt használni, esetek döntő többségében azonban nagyban megkönnyíti a vágási munkánkat. Ctrl-X-el pedig szépen el tudjuk tüntetni ezt az arcot. Ctrl-Z-vel vissza tudjuk vonni. Próbáljuk meg kicserélni a kislány fejét a kisfiújéval. Járjunk ugyanúgy el, mágneses lasszó, és jelöljük ki ennek a fiúnak a fejét. Némi gyakorlatot azért igényel ennek a használata. Kell otthon próbálkozni többet, mire az ember egy mozdulattal szépen körbe tudja vágni a kívánt objektumot. Ctrl-C, Ctrl-V-vel behelyezzük ezt a fejet, és a kislány fejét is körbevágjuk. Itt a rétegeknél a Ctrl-V hatására, tehát a beillesztés hatására automatikusan egy új rétegen jelentek meg a
képelemek. Itt láthatjuk a háttérréteget, illetve az új réteget. Ahhoz, hogy a kivágás sikeres legyen, illetve hogyha háttérrétegből szeretnénk kivágni, akkor mindig annak kell az aktívnak lenni. Ez pedig a rétegek közötti váltásnál, amelyik ilyen világosabb szürke színnel van jelölve, az jelöli az aktív réteget. Átkatintunk a világos szürkére, hátterünk lesz aktív, és ugyanezt a műveletet végrehajtjuk a kislány fején. Hát megpróbálom ezt a lehető legpontosabban megcsinálni, nem sikerült. Szerkesztéssel visszavonom, de itt visszavonásra került a rétegkiválasztás is, tehát ezt újra megismételjük. Körbevágjuk. Ctrl-C, Ctrl-V-vel behelyezzük a fejet. Majd a képtől eltávolodunk. Kijelöljük az adott réteget, amit szeretnénk használni. Itt a kisfiúnak a feje. Ezt a réteget ezzel a mozgató elemmel el tudjuk húzni. Rákattintunk a másik rétegre. Szintén rákattintunk ide erre a képmozgató nyilacskára, és ezt ide behelyezzük. Ezt a réteget kijelöljük, ide behelyezzük, és a két kép ki lett cserélve. Hasonló kijelölésre alkalmas a poligon lasszó, illetve a mágneses lasszó. A mágneses lasszó egy talán pontosabb kijelölést alkalmaz, és nagyban megkönnyíti a munkánkat. Nézzük meg az alatta lévőt. A varázspálcát. A varázspálca megnyitásához egy másik képre lesz szükségünk, ez pedig szintén a File menü, megnyitás, és mondjuk a lecke 3-ból kiválasztjuk a Start képet. Ezt megnyitjuk, és megpróbáljuk használni ezt az eszközünket. Rámegyünk, mágneses eszköz. Szeretném kivágni, vagy kijelölni a képen látható világosabb, illetve sötétebb kék részeket. Viszonylag gyorsan, nem akarok sok időt eltölteni. Mit tudok tenni? Rákattintok a varázspálcával az adott kék mezőre, és ez megjelenik. De látom, hogy ezzel vannak gondok. Ugyanis nem mindegyik kék rész jelöltött ki szépen. Itt vannak olyan részek, amik sajnos kiestek a kijelölési tartományon kívül. Mit tudok tenni? Elsőképpen visszavonom a kijelölésemet, majd itt a tolerancia szintet olyan értékűre állítom, ami nekem megfelelő lesz. Alapbeállítása a Photoshopnak ez a 32 pixeles tolerancia szint. Ez azt jelenti, hogy a kiválasztott színű pixel színértéke fölé és alá 32-32 pixelnyi eltérést megenged, és jelöli ki ahhoz hozzátartozó pixeleket, képpontokat. Most ezt állítsuk be, körülbelül 40, bocsánat, körülbelül 40-es tolerancia szintre, és kattintsunk erre a kék mezőre. Már láthatjuk, hogy sokkal jobb eredményünk van, de még itt vannak apróbb képpontok. Ezt még hozzá kéne jelölni a képhez, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a Shift gombot lenyomjuk, és hozzá kattintjuk a maradék képrészletet. És akkor ez megvan. Ctrl-X-el, vagy Ctrl-Z-vel ezt vissza tudjuk helyezni. Hasonlóképpen működik ez a Quick Selection Tool, deselect-tel el kell távolítani a korábbi kijelölést, és akkor tudjuk használni a következő eszközt. Legyen ez kijelölőeszköz, festőeszköz, vagy bármi. Fontos, hogy a szelektált részeket, kijelölt részeket mindig kijelöltlenné kell tenni. Ennél a gyors szelektáló eszköznél be tudjuk állítani azt, hogy mekkora legyen a mérete, milyen legyen a keménysége, és mekkora legyen a lépés köze. A keménységgel a körülakú eszköznek az átmenetét tudjuk állítani. Ha 100% a keménysége, akkor éles átmenetű, ha ettől kevesebb, akkor viszonylag lágy átmenetű eszközt kapunk.
Itt a méretbeállításnál pedig tudjuk csökkenteni és növelni ennek a körnek az átmérőjét, ami az eszközünk lesz. Mellé kattintva ez eltűnik. Itt hozzá tudunk adni, és ki tudunk vonni belőle részeket, attól függ, mit szeretnénk. Itt egy új kijelölést tudunk keresni. Itt hozzá tudunk adni, itt el tudunk venni belőle. Most csináljunk egy új kijelölést. Húzzuk végig az ablak keretén ezt az eszközünket. És láthatjuk, hogy szépen megkeresi az ablakhoz tartozó kis képpontjainkat. Ezt is hozzá tudjuk venni. Ezt is szépen hozzá tudjuk venni. Ezt is. Ezt is. Ezt is. Ezt az eszközt akkor érdemes használni, amikor a varázspálcával nem egyértelműen körbevágható, mert azzal túlságosan sok időt venne igénybe a körbevágásunk. Például sokat kell játszani a tolerancia szint megfelelő beállításával, mire a megfelelő eredményt megkapnánk. A Select, Deselect gombra kattintva eltüntetjük a kép kiválasztást. Ezzel a képünkkel több gond is van, például a képünk ferde. Ezt a képet szeretnénk körbevágni. Mit tudunk tenni? Kiválasztjuk ezt a gyors körbevágó eszközt, ezt a crop toolt, és ide a sarkára kattintva addig beforgatjuk ezt a képet, ameddig egyenes nem lesz. Megkaptuk ezt a képarányt, de ezen szeretnénk változtatni, mert ez nem megfelelő. Itt a sarkokra kattintva, ahol egy-egy ilyen négyzet, sötétebb szürke négyzet megjelenik, tudjuk állítani és húzgálni ezeket a képarány beállítók és négyzeteinket. És ha megvan a kívánt képkivágásunk, egy Enter gomb lenyomásával felesleges részek el is tűntek a képről. Ezt érdemes rögtön a legelején alkalmazni, amikor egy fotót szeretnénk körbevágni a kívánt méretre alakítani, illetve a fotónk ferde. Láthattuk az elején is, hogy nem csak arra alkalmas, hogy a fotót méretre vágja, hanem a fotó egyenességét is nagyon gyorsan be lehet állítani.